azóta állunk a Magyar Mezőgazdasági Termelők Szolgálatában. A fő tevékenységi körünk továbbra is a baktérium készítmények. Ennek millió egy különböző formája van már a talajoltástól, talajregenerálásig, a tarlóbontásig, és most már ugye egy picit a szerves trágya kezelésen át. És emellett bővítettük a palettánkat, és szeretnénk ugye a termelőknek minél több segítséget nyújtani. Így most már talajkondicionálóink, biostimulátoraink, lomtrágyáink, kálciumutánpótló készítményünk. Igazából úgy választjuk ki a palettánkat és a termékeinket, hogy jó minőségűek legyenek, tehát prémium kategóriával vagyunk minden termékünkkel kint a piacon, de mégis közép áran, tehát hogy ne terheljük meg nagyon költségekkel a termelőket. Készülünk jó pár dologra itt a jövőben, amiről most még nem beszélhetek, de november-decembertől és legfőképpen januártól majd a nyilvánosság elé hozunk elég sok újabb fejlesztést és újabb változást a cégen belül. 25 éve ismertük fel édesapámmal együtt, hogy ugye a mikrobiológiának és a talaj életnek mekkora óriási fontossága van a mezőgazdaságban. Azóta én azt gondolom, hogy a 25 kemény év munkája révén eljutottunk odáig, hogy ma már Magyarországon nincs olyan mezőgazdasági termelő, aki ne hallott volna már erről, és több millió hektáron és több mint 10 000 termelővel álltunk kapcsolatban, ami nagyon nagy büszkeség. Mi próbálunk mindig egy picit a piac előtt lenni, próbálunk mindig olyan innovatív fejlesztésekkel előállni, ami a saját korát egy picit meghaladja, ami természetesen egyrészt nagyon jó, másrészt viszont egy óriási küzdelem, mert mindig aki elől jár, az töri az utat, és utána a következő versenyzőknek már egy kicsit könnyebb a haladás, de mi ezt felvállaltuk, és nem csak termékeinkben, hanem az oktatásban és a képzésben is, ugyanis mi edukáljuk is a termelőket, tehát próbáljuk a nálunk meglévő tudást és tapasztalatokat átadni a termelőknek is, és ma már eljutottunk oda a Baktérium Szövetségen keresztül például, hogy a Mate Egyetemen belül egy C-típusú tantárként is szerepel a mi filozófiánk, úgyhogy ez óriási büszkeség, és én azt gondolom egy óriási előrelépés, hogy az utókornak a tanítását is el tudjuk kezdeni. Milyennek ítéled meg ezt az expót? Az expókkal mindig úgy vagyok, és a Hódmezővásárhelyen is, hogy ugye ez egy tradicionális, egy hosszú múlttal rendelkező, azt hiszem 28 év múlttal rendelkező kiállítás. Ezeknek meg kell maradniuk, mert itt rengeteg termelővel tudunk találkozni, rengeteg üzlet kötődik, rengeteg új partnerrel, akár beszállítókkal, akár termelői oldalról tudunk kicsit barátkozni, egy kicsit előrébb jutni, és koncentráltan ebben a pár napban tényleg megismerkedni, találkozni rengeteg emberrel. Én magát a kiállítást nagyon jónak ítélem meg, sokan is vagyunk, hál' Istennek, és én azt gondolom, hogy elég színvonalas rendezvény. Mi megnyertük a Hódmezővásárhelyi kiállítás termékversenynek a nagy díját. Erre a termékünkre, új termékünkre helyeztük a fókuszt a kiállításon. Ez egy szerves trágya kezelő baktérium készítmény, ami a szerves trágyának a térfogatát vagyunk képesek csökkenteni, úgyhogy koncentráltabbá tesszük a benne lévő tápanyag mennyiséget. Ugye ezáltal könnyebben kezelhetővé válik a szerves trágya tömeg, olcsóbbá válik a kijuttatása, viszont a feltáródó tápanyag meg sokkal koncentráltabb és könnyebben felvehető lesz a növénykultúra számára. A termék neve az Filazonit Organic TK. Mi főként közvetlen kapcsolatban vagyunk a termelőinkkel, tehát egy saját kereskedelmi hálózattal rendelkezünk, és a kereskedőinkkel keresztül, akiket megtalálnak a filazonit.hu honlapon, vagy a Facebookon is utol tudnak bennünket érni, és a kollégáinkon keresztül szakmai tanácsadás mellett tudjuk a termékeinkkel kiszolgálni a partnereket.